mindenkit újra a csatornámon. A mai az egy nagyon különleges videó lesz, több szempontból is. Egyrészt ez egy One Brand tutoriál lesz, ami azt jelenti, hogy csak egy márka smink termékeit használtam ennek a sminknek az elkészítéséhez. Ez egy nappali smink, és ami még ettől is érdekesebb, hogy ez egy collab videó. A nagyon aranyos Lily Mi make-uppal közösen készítettünk egy One Brand tutoriált, úgyhogy ne adjátok ki az ő videóját sem semmiképpen, ide kattintva meg tudjátok nézni, de alulra is belinkelem nektek, és a YouTube csatornájára is iratkozzatok fel, és dobjatok a videójára is egy lájkot, hogyha tetszett nektek. Ő a Rimmel termékeit választotta, én pedig az Essence-et. Alapból nagyon elégedett vagyok az Essence termékeinek legtöbbjével, majd a videó közben meg fogjátok látni, hogy mi az, amit nem nagyon szeretek az Essence-től. Ezért nem is volt kérdés, hogy amikor felvetődött a One Brand smink tutoriálnak az ötlete, akkor milyen márkát fogok választani. Mind a ketten nappali sminket készítettünk, gyorsan elkészíthető, abszolút hordható sminkeket. Én egy icipici extrát csempésztem bele, egy picit más technikával dolgoztam, de ez abszolút tőletek függ, hogy reggel mi fér bele a készülődési időtökbe, mi az, amit szerettek magatokon, mi az, amit nem. Úgyhogy majd eldönthetitek, hogy nektek ez így összességében tetszik, vagy nem tetszik, mit használtok fel belőle esetleg. Úgyhogy vágjunk is bele! Ha tetszik a videó, akkor dobjatok majd rá egy lájkot is, iratkozzatok fel a csatornámra és a Lily Mi Makeup csatornájára is. Köszönöm, ha megnéztek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Akkor vágjunk is bele. A szemöldökömet elkészítettem, ahogy láthatjátok, csak azért, mert nincsen eszem szemöldök formázási termékem, mivel elfelejtettem venni, nagyon ügyes voltam, ezért maradtam a Catrice szemöldök ceruzánnál, ezzel formáztam meg a szemöldökömet, viszont az Essence Make Me Brow szemöldök spirálommal fogom fixálni. Ezt a terméket nagyon-nagyon szeretem, ezt már többször láthattátok a videóimban is. Nagyon szép színe van, szűkéknek, világos szemöldökűeknek. Smink. Ez az All About Matte smink alapja az Essence-nek. Ez egy mattító smink alap, ami sose árt, úgyhogy ma is ezt fogom használni. Az alapozót azt most szereztem be, mivel még nem volt Essence alapozó. Egyszer próbáltam már, ez az Essence Stay All Day 16 órás hosszantartó alapozójának a 10-es Soft Beige színe. Azt hiszem ez a második legsötétebb szín a kollekcióban. Nagyon tetszik, hogy pumpás a kivitele, és egy picit ez egy sötétebb szín, nem a legvilágosabbat választottam, mivel ahogy láthatjátok, önbarnító van rajtam, tehát a nyakam az jóval magamhoz képest, jóval barrán, mint az arcom. Ide kinyomok néhány pumpálást itt a készfejemre, ilyen színen. Egyébként ez egy egész jó kis sűrű alapozó. A Kabuki ecsetem, amit az alapozó felvitelére nagyon szeretek. Ez egy korábbi kivitele az ecsetnek, most ilyen nagyon szép menta, zöld és fehér színben található meg a boltokban, ha jól emlékszem. Felpöttyözöm az alapozót az arcomra, ahogy egyébként is szoktam, és körkörös mozdulatokkal eloszlatom. Amit tudni kell erről az alapozóról, amit én észrevettem, hogy egy nagyon picit oxidálódik, tehát érdemesebb egy icipicivel világosabb szint választani, mert ahogy felvisszük, szinte már rögtön utána sötétebbre vált egy picit a színe. Ilyen közepes fedésű alapozónak mondanám, és nagyon finom ilyatban azt elfelejtettem mondani. Tovább megyek a korrektorra. Kétféle Essence korrektorom is van, az egyik ez a Stay All Day, ebből a 20-as soft beige színe van meg, a másik pedig az All About Matte korrektor, ebből pedig a 10-es matte beige. Talán ez egy icipicit jobban fed, úgyhogy ma ezt fogom használni. Először is a szemöldököm alá viszem fel egy picit a szemöldök vonal tökéletesítésére. Fogom a Rose Cosmetics ecsetemet, amit általában szoktam használni, hogyha nem smink szivacsot használok az eloszlatásra, és szépen eldolgozom. Miután ezzel meg vagyok, puderre fixálom az arcomat, mi máshol fixálhatnám, mint az Essence Stay All Day Translucent puderemmel. Ezt egyébként is nagyon sokat használom, sok videómban láthattátok, már imádom ezt a pudert, úgyhogy ez most pont kapóra jött nekem ebben a One Brand tutorialben. Hozzuk egy ilyen ecsetet, ami szintén egy Rose Cosmetics ecset, egy ilyen kisebb fejű puder ecset. Bele mártogatom a puderembe, leütögetem a felesleget, és fixálom vele a szem alatti területet. Egy icipicivel többet viszek fel belőle, mint általában, mert szeretném kipróbálni ezt a baking technikát, úgymond, amikor nagyon mennyiségű porpudert viszünk fel a szemünk alá. Rajta hagyjuk néhány percig, aztán pedig a felesleget lesepergetjük róla. Ezzel állítólag sokkal tartósabbá tudjuk tenni a sminket. Szóval, hogyha ilyen partira készültök, vagy bármilyen olyan eseményre, ahol hosszantartó sminket kellene produkálni,
akkor érdemes kipróbálni ezt a technikát. Látjátok, most úgy nézek ki, kb. Mint egy porcelánbaba, de hamarosan lesepregettem róla a felesleget. Addig fixálom az arcom többi részét is, szintén ugyanezzel a púderrel. Ehhez pedig veszem ezt a picit nagyobb púderecsetemet, szintén belemártogatom a púderbe, leütögetem a felesleget róla, és ezzel viszont nagyon enyhén fixálom az arcom többi részét. Szintén az I Love Stage személyalapozómat fogom használni, ezt is sokszor láthattátok már videómban, 4 ml-es, körülbelül 900 forint körül van az ára, tehát nagyon kiadós kis szemhéjalapozó, és nagyon picike kell belőle. Ezt általában vagy az ujjámmal szoktam eloszlatni, vagy pedig az Essence korrektor ecsetemmel, amit már szintén sokszor láthattatok videóimban. Ma az ujjacskámat fogom használni. Most pedig egy teljesen tiszta ecset, először szintén egy rúzkozmatik ecset egyébként. Nagyon kis, puha, finom ecset, nagyon jó ecseteim vannak egyébként ennek a márkának, én nagyon-nagyon szeretem őket. Ezzel eltávolítom a felesleges púdert onnan, ahol egy kicsit többet vittem fel a kelleténél. Ez a Szemtrap 2 az egyben bronzosító púderemet fogom használni, mert ennek inkább hideg tónusa van, amivel sokkal jobban lehet kontúrozni az arcot. Ehhez fogom ezt a Coastal Sands kontúrozó ecsetemet, ami egy nagyon vékony, de nagyon precízen lehet vele dolgozni. A fülem tövétől a szám sarkáig vezető vonalat követem. Nagyon enyhén, és onnan egy picit felfelé elsatírozom a színt. Tényleg csak nagyon enyhén, hiszen ez egy ilyen nappali smink lesz. Bronzosításra, vagyis az arc picit melegítésére a Sakura bronzosítómat fogom használni. Ez a szőkéknek való 01-es natural, vagy blond árnyalat, ami egy nagyon szép meleg tónusú, tényleg világos bőrre és tökéletesen használható bronzosító. És amit imádok benne, hogy fókusz illata van. Fogom az Avon Puder ecsetemet, ez is egy régebbi kollekciós ecset, de pont jó kis mérete van a bronzosításhoz. És elkezdem bronzosítani az arcomat. Én alapvetően nagyon ilyen Essence márka függő vagyok, ezért is választottam ezt a márkát, amikor beszéltük a Kolnap partnernőmmel, hogy milyen egymárkás smink tutoriát készíthetnénk. Nekem az első az az Essence volt, és annál is maradtam végül. Aztán pirosításra a Blush Up pirosító duomat használom. Nagyon-nagyon szeretem ezt a pirosítót, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban veszem elő, szerintem nem kell részleteznem, hogy miért, csoda szép színe van. Szerintem... az a biztos, ha a két szint összemixelem. Végül pedig jön a highlighter. Highlighterből szintén a Sun Club Duo-ból fogom venni a highlighter szint, aminek eszméletlen intenzív színe van, ide nézzetek, csodaszép. De highlightert legjobban ezzel a ferdevégű, egyébként szemhéjfesték ecsetemmel szeretem felvinni, mert ezzel nagyon pontosan lehet dolgozni, és az ilyen palettákból, amik ilyen márványos, színátmenetes megoldáson, nagyon jól ki lehet nyerni, úgymond a highlightet. És akkor elkezdem felvinni az arccsontom legmagasabb pontjára, onnan pedig egy indiásat írozom egy picikét. Természetesen az orrom hegyére is felviszek egy picikét, ide a szem felé, hogy egy picit teltebb ajkak hatását keltsem. És akkor jön a szemsmink. Én mára ezt választottam, ez az Essence All About Nude szemhéjfesték palettája. Először is tutira fogom venni ezt a nagyon világos matt színt itt a palettámból. Ez lesz a mélyítővonal színe, hogy stílusosak legyünk az Essence satírozó ecsetemet. És felviszem a mélyítővonalamba, úgymond egyfajta alapnak. És utána felveszem a barnát a palettából, de ahhoz első körben a kisebbik Essence satírozó ecsetemet fogom használni, ezt a pici fejűt. Leütögetem, nagyon fontos, hogy nehogy túl sokat vigyünk fel belőle, és ezt is elkezdem a mélyítővonalba felvinni. A külső saroktól kezdem a külső sarokba és a mélyítővonalba. Újra veszem a barna színt, az lesz a mozgó szemhéj színe is. Nagyon óvatosan felütögetem a mozgó szemhéj egészére, csak idáig, ami tűvonalig viszem, láthatjátok. Fogom ugyanezt a szint is a pici satírozó ecsetemet, és az alsó szempilla vonal alá is felviszem. És akkor most jön a lényeg. Fogom a palettából ezt a fényes barna színt, nagyon-nagyon szép színe van egyébként.
a gyűrűs ujjamat, belemártom, és felviszem csak a mozgó szemhéjam közepére. Azért az ujjammal viszem, mert így tudom legintenzívebben felvinni a színt. És már is egy picit még inkább dimenzionáltam a szememet. A szemöldökcsont világosítására fényes színt fogok használni, mégpedig ezt a legvilágosabb gyöngyház fényes színt itt a palettából, mert elég mattas ming, ugye csak a közepén van egy enyhe fényt adó szín. Egy icipici ecsettel felviszem a belső szemzőkomba is. Ezt a fekete színű eszenc szemceruzámat már a legutóbbi márciusi kedvenceim videóban is bemutattam, mert imádom ezt a szemceruzát. Ezt fogom használni a felső vízvonalam kihúzására, hiszen egy nagyon picit a külső sarokban a szempilla tövébe, csak a szempilla tövébe felviszek belőle. Nyilván ezt a lépést, ha már nincs időnk, reggel ki lehet hagyni, csak megmutatok nektek többféle opciót, amiket így gyors minkeléshez lehet használni, és akkor veszem ezt a picit keményebb, de nagyon hegyes satírozó ecsetemet, ezt a fajtát, fogom, és ezzel elsatírozom. Így is teljesen más hatása van a sminknek, ahogy láthatjátok, mint hogyha ezt a lépést kihagytam volna. Tényleg ez abszolút opcionális. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon szeretem az Essence szempilla spiráljait. Van nekem egy, ez a Lash Princess szempilla spirálja az Essence-nek, aminek nagyon jó kis kepéje van, viszont porol egy idő után, elkezd porolni a szememről lefele, és ilyen apró kis fekete pontok jelennek meg itt a szem alatti területemen. Úgyhogy ma felviszek ebből egy réteget a szempillámra, utána pedig választottam egy hasonló árkategóriás terméket, amit viszont nagyon-nagyon szeretek. Ez a Miss Sporty Fabulous Lash szempilla spirálja, ezt fogom felvinni az Essence Lash Princessnek a tetejébe. De először begöndörítem a szempillámat. Ezt hétköznapokon soha nem hagyom ki ezt a lépést, mert imádom, hogyha szép göndörek a szempilláim. És akkor még két lépés maradt hátra. Az egyik az, hogy kihúzzam a Big Bright Eyes Nude színű szemceruzámmal a vízvonalamat. Ezzel még inkább nyitottam, mert frissebbé tudjuk tenni a tekintetünket. Legyen ez a Cute Pink, ez a 07-es szín. Ezzel körberajzolom a számat, és fel is töltöm vele a számat. Viszont egy picit fel fogok vinni a 015-ös Also Matte nevű rúzsomból felé, mert ez azért így önmagában elég száraz és nagyon matt. És hát igazából ez a végeredmény. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, nézzétek meg a nagyon kedves Lily Me Makeupnak is a One Brand tutoriáját. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!